Szép estét kívánok, köszöntöm Agrármagazinunk nézőit. Először rendezték meg a Jancsárkertben a hagyományteremtő szándékkal az interaktív termelői piacot. Kukkantsunk bele a történésekbe. Először rendezték meg a Fejér megyei interaktív termelői vásárt a Jancsárkerti biópiacon. A földművelősügyi szaktárca által meghirdetett pályázat megvalósításának célja, hogy az agrárszféra szereplői a szántóföldtől az asztalig szlogen segítségével ismertessék meg az élelmiszer útját az egészséges életmód jegyében. A szlogen él még, a helyitől veszem, helyit eszem, mert helyén az eszem, viszont ez a Kárpát-medencei kincse is nagyon-nagyon fontos, hiszen azért láthatjuk, hogy a termelő és biopiacon itt a Jancsárkertben mindig nagyon sokan vannak. Ez köszönhető annak, hogy ha körülnézünk, akkor az őstermelői rendszer úgy tűnik, hogy itt is bevált, mint Magyarországon minden. Most pedig itt egy újabb adalék. Ez a termelői interaktív piac, azt hiszem, hogy egy remek kezdeményezés. Igen, szeretünk volna tovább lépni. Elértünk egy szintet, 4 év alatt, vagy több mint 4 év alatt 230 termelői piacot szerveztünk, alkalmanként 1500 körüli vásárlóval, szombat délelőttönként. Ez egy nagyszerű teljesítmény és elismerés, és köszönet a vásárlóknak érte, de szeretünk volna tovább lépni, és még inkább kitárulkozni, hogy még többen vásároljanak magyar termelők, a közelben termelt, friss, adalék élelmiszer, adalék és vegyszermentes áruit. Ezért elkezdtük bemutatni azt egy rendezvény keretében, hogy hogyan készülnek ezek a termékek. Ezek a bemutatók részben itt a piacon folynak, részben pedig ezzel egy időben most 3 vidéki helyszínen, 3 gazdánál. A gazdák úgy tűnik, hiszen a sajtótájékoztatón itt voltam, hogy nyitottak erre, hiszen az ő érdekük is, és azt gondolom én, hogy ahogy fogalmaztál az imént, ez egy következő lépcső. Azt, hogy ugye árubőség jellemzi általában a piacot, de azért a minőség nem a legfontosabb most is. Valóban. Nem csak magas élelmiszerbiztonsági követelményeknek kell megfelelni ezeknek a termékeknek, fogyasztóvédelmi követelményeknek, hanem hát nagyon ízletesnek, magas minőségűnek kell lennie, hogy visszatérjenek a vásárlók ezekért a termékekért. És akik itt bemutatót tartanak, ők tényleg a garanciái a nagyon magas minőségi termékeknek. Szabadő Péter, aki mézet perget, és bemutatja azt, hogy amit én sem ismertem korábban, hogy lesz a méhek gyűjtésének az eredményéből, hogy sorog ki végül is a méz a pergetőből. A szőlőpréselés már azért többen ismerjük, hiszen sok ilyen élményünk és tapasztalatunk van. Rétes tésztát még soha nem nyújtottam, erre is kíváncsi vagyok, hogy ez hagyományosan hogy készül, és ezek a finom rétesek, amelyek itt megtalálhatok Havasi Tiborék által, akkor ezek hogy készülnek? Tehát mindent meg lehet vásárolni a csarnokban, amit bemutatunk, tehát a Dorner pincészet borait, a Szabadi Péterék mézeit, Havasi Tiborék réteseit, és még fontos kiemelnem, hogy Drávai család pedig egy sajtkészítési bemutatót is tart. Ezekkel szeretnénk elősegíteni azt, hogy hozzájuk is kimenjenek a vásárlók, és mint egy családi programként töltsenek el egy kis időt ezekben a gazdaságokban, nézzék meg, hogy nevelik az állatokat, hogy készítik a feldolgozás során a kolbászt, a szalámit, vagy éppen akkor hogy készül a méz, vagy biozöldséget, hogy lehet valóban vegyszermentes és biogazdálkodási körülmények között termelni, mint ahogy ezt Móron a Hétkuti Ökofarmnál megteszik. A biozöldségtermesztésben sokan kételkednek, és megkérdőjelezik az, hogy lehet-e tényleg vegyszermentes körülmények között zöldséget termeszteni. A választ meg lehet tekinteni Móron a Hétkuti Ökofarmnál. 5 éven keresztül hát maga a földnek is vegyszermentesnek kell lenni. Ezen kívül a palántákat, amit vásárolnak, szintén biopalántáknak kell lenni, és akkor ezekből a biopalántákból nevelik fel a biozöldségeket. Természetesen ezek a zöldségek, mint ahogy láthatók itt a piacon, az őslandjukon, nem olyan szabályosak a paradicsomok, nem olyan kerekek, mint egyes élelmiszer áruházakban, vagy a paprika sem annyira szépvonalú, hanem egy kicsit girbe-gurba, de az ízén meg lehet tapasztalni az, hogy ez, ennek egy kicsit más az ízezamata, hát természetesen sokkal egészségesebb ilyen táplálékokat fogyasztani,
mint esetleg máshonnan ezeket beszerezni. Tehát igenis léteznek valódi biogazdálkodási körülmények között előállított zöldségek, amelyek nálunk is megkaphatók. Egy fontos kérdés, eddig azt nagyon is jól tudtuk, hogy a termelői piac vezetése találja ki, hívja életre ezeket. Itt most viszont van támogató is méghozzá bőséggel, hiszen nem sokára Omék van, ráadásul a Fejér megyei kormányhivatal is mellé állt. Azt hiszem, hogy ez egy megint egy lépcső. Valóban. Mi egy egyesületbe tömörültünk az árusokkal, és mindegy egyesület, hát mi is egy non-profit egyesület vagyunk, ilyen rendezvényeket szervezni, ilyen terveket megvalósítani, hogy népszerűsítsük az élelmiszer fogyasztást, ez azért anyagi forrásokra van szükség, és ezt pedig pályázati úton tudjuk elnyerni. Ezúttal a Földművelési Minisztérium és annak marketing cége, az Agrár Marketing Centrum támogatta ezt a mai rendezvényt, ezt a fehérvári és a háromvidéki helyszínen a rendezvényt. Egyúttal az Oméket is, az Országos Mezőgazdasági Élelmiszer kiállítás és vásárt is népszerűsítjük ezen a rendezvényen. Tehát igenis nekünk alapvető fontosságú az, hogy figyeljük a pályázati lehetőségeket, azokat, amelyek illeszkednek az Egyesület céljaihoz, és induljunk ezeken a pályázatokon. Így tudunk pénzhez jutni, hiszen a tagdíj jelenti csak a saját forrásainkat. Nagyon megtisztelő számunkra, hogy országos pályázatokon tudunk nyerni, hiszen ebben az esetben is a megyéből tudomásom szerint csak három pályázó közöttük a mi egyesületünk tudott nyerni, vagy egy másik példát említhetek, amelyek majd 23-án lesz itt a piacon, egy egészségpiac, ezt az egészségpiacot pedig egy országos Tesco-s pályázaton nyertük el, azzal a céllal, hogy a táplálkozást, a mozgást egy egységben, egy harmóniában mutatjuk be, hiszen a piacon kívül lesznek kerékpáros ügyességi versenyek, fitness torna bemutatók, meridián torna, tehát sokféle eszközzel próbáljuk majd az egészséget körbejárni, tehát ezt is egy pályázaton nyertük el, az alapcélunkat ez is elősegítést támogatja. Az interaktív piac a magyar föld legjavának termékeit kínálja oly módon, hogy a vásárlók személyesen is bekapcsolódhatnak, nyomon követhetik a mézpergetés, a borkészítés alapvetéseit és mesterfogásait. Egyik oldalról az őstermelőket, másik oldalról pedig a fogyasztókat is megnyugtathatja, hogy egészséges élelmiszer kerül az asztalra. Azzal, hogy a Fejér megyei kormányhivatal is támogatja, illetve a Fejér megyei közgyűlés és jószerivel mindenki ezt az új kezdeményezést, pedig sikerült egyet tovább lépni. Igen, hát mindenképpen ez a közös cél, hogy olyan termékek jussanak el a fogyasztóhoz, ami egyrészt ugye minőségileg is, akár jobb is, mint amit általában lehet a boltokban kapni, másrészt pedig biztonságos is, hiszen a kistermelői szemlélet is már egyre inkább befelé megy, hogy mivel olyan élelmiszert állít elő, amit akár a saját családjának is feltállalna, azért ez jó eséllyel biztonságos is lesz, és nyugodtan fogyasztható. Arra, hogy ilyen sokan támogatják, ez tulajdonképpen garancia is arra, hogy ez nem egyszeri alkalom. Igen, hát ez országszerte egy örvendetesen növekvő kezdeményezés, hogy egyre több ilyen helyi piac jön létre, és nagyon örülünk mi a hatóság is, hogy itt Fehérváron is már van ilyen. Szem előtt is vannak, de hála a jó égnek úgy látom, hogy nem kell különösebb intézkedéseket tenni, tudják maguktól is, hogy mit lehet, mit nem lehet, állandó az egyeztetés a hatóság és a piac fenntartói, illetve az árusok között. Ez volt a szakmai véleményem, most viszont szeretném megkérdezni a házi asszonyt arról, hogy mi mindent kell tenni a hétköznapokon azért egy háztartásban, hogy valóban olyan étkek kerüljenek az asztalra, a családi asztalra, amelyek olyanok, amelyeket például itt lehet vásárolni. Hát igen, ez sokszor nem egyszerű, és pont ezek a helyi termelői piacok meg egy kicsit közelebb hozzák, meg egyszerűbbé teszik a beszerzését ezeknek az áruknak, mert ugye kistermelők árulnak a piacon, de hát a piac nincs minden nap, sőt van, hogy nincs minden héten se adott esetben, de van ugye helyi árusítás is, és hogyha itt úgymond összehaverkodnak az árusokkal a vásárlók, mert ugye erre itt van lehetőség, itt tudnak egymással beszélgetni, akkor utána akár a gazdaság helyén is fel tudják őket keresni, és tudnak vásárolni a megfelelő kistermelőtől.
Kis Norbert Ivó, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei elnöke üdvözölte a piac törekvéseit. Nagyon fontos mindenki számára, hogy megláthassák a vásárlók is azt, hogy hogyan készül a házilag előállított élelmiszer, és nem csak a nagyüzemi élelmiszert tudjuk egészségesen fogyasztani, amivel tudjuk, hogy mindenféle adalékanyag van. Ezek az élelmiszerek ezek úgy készülnek, hogy adalékanyag mentesen, tehát az egészségre nem ártalmas anyagokat tartalmazva. A kamara segíti az őstermelői rendszer beindításában is segítkezett, ugyanakkor és segíti természetesen most is. Tehát ez egy bevált. Így van, ez egy bevált módszer, sőt a vidékfejlesztési pályázatok között lehet az úgynevezett rövid ellátási láncokra is pályázni, hogy a minél rövidebb úton kerüljön a termelőtől a vásárlóig a biztonsági élelmiszer. Ez itt az első ilyen találkozó, de azt hiszem, hogy követi. A kamara hogyan tudja ezt segíteni, hogy ez ne csak egyszeri alkalom legyen? Ezt a kamara úgy tudja segíteni, hogy a megyében például mi itt úgy csináljuk, hogy a piacokat járja, van szakemberünk, aki piacokat járva mind a termelőket, mind a vásárlókat erről tájékoztatja, hogy ilyen lehetőségek vannak, és megpróbáljuk őket meggyőzni, érdemes élni ezekkel a lehetőségekkel. A Fejér megyei kormányhivatal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakemberei bizonyosak abban, hogy a kezdeményezés segítségével továbbra is nő az őstermelői piacok elfogadottsága a széles fogyasztói körben. A Mangalica Fesztivál tradíciója minden ínyenc, illetve egészséges étkeket szerető ember számára megdobogtatja. Nem volt ez másként most szombaton sem. Már messziről érezni lehetett a finom illatokat Fehérvár utcáin hétvégén, és ez egyenesen a város szívébe csalogatta a helyieket és a turistákat egyaránt. A város szívébe török vendégek is érkeztek, hogy megkóstolhassák a magyar specialitásokat. Mangalica terméket minket érdekel, ezt szeretünk is vásárolni, és vásároltuk is, és most is kóstoltuk a csípőset, és fogunk vásárolni. És arra is kerestük a választ, hogy mi a finom kolbász titka. Jó kolbászt azt elég nehéz megcsinálni, mert nekünk is több év kellett hozzá, míg eljutottuk arra a szintre, hogy most már azt mondjuk, hogy még most sem tudjuk mindig minden kolbász tökéletessé csinálni, de igyekszünk. Tehát itt függ attól, hogy az a sertés, amit levágtunk, itt a mangalicáról, mangalica sertésről beszélünk, természetesen, mert mi mangalicát tenyésztünk, itt, hogy mennyire kövér a mangalica sertés. Tehát itt mangalicán belül is vannak egyes állatok, amit egy nagyon picivel zsírosabb a húsa, és akkor az el tud vinni egy kolbászt. Tehát ez azt jelenti, hogy el tud vinni, hogy nehezebben érik be, tehát zsírosabb a húsa, tehát az íze az nem rosszabb, az nagyon finom, tehát a mangalicának a zsírja is eszméletlen finom, csak nehezen szárad meg. És akkor van, mikor mi általában egy hónap, másfél hónapig élelünk egy kolbászt élelőbe, mangalica kolbászt, és akkor mikor beleszaladunk egy-egy ilyen állatba, nem figyelünk úgy, hogy amikor két és fél hónap alatt sem lesz olyan száraz, mint ahogy a vevők azt elvárnák. Tehát ízével nincs ott gond, tehát ez egy hónap után már ott van, hogy fogyasztható, kellemes az íze, viszont a külalaka meg a keménység az nem olyan, hogy azt elvigyék a vevők szó nélkül. Tehát utána, amikor megkóstoltatjuk, a valóban rájön, hogy ez puhár, de akkor is ő szemmit sem akarja, csak a keményebbet szereti. Tehát egyik titka a jó kolbásznak a hús. Fehérváron idén is a legjobb mangalica tenyésztőkkel és termékeikkel találkozhattak a vendégek, fogalmazott Tóth Péter, a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesületének elnöke. Továbbra is a legfinomabb mangalica termékek készültünk, az ország legjobb mangalica tenyésztőit válogattuk ki, de Székesfehérvárra. Tehát 6 standon, nagy standon vannak jelen különböző termékek. Ezek magyaros termékek, füstölt kolbász, szalonna, májas, egészen különleges, finom mangalica alapanyagokból készülő termékek. Jellemzően, ami még ugye mindig nagy siker, az a történet eleje. Tehát ugye a vége a kolbász, de az elején élő állatok is vannak, tehát meg lehet csodálni mind a három színű mangalicát itt a karámokba. Illetve hát nagyon jó mangalica cateringesünk van, illetve van street food is, hiszen ugye haladunk a korral, tehát ami talán az újdonság a korábbi évekhez képest, hogy vannak különböző, amúgy a budapesti Buri negyedből lecsábított kiállítók is, akik különböző barbekükkel, sztékekkel, hamburgerekkel is megjelentek a hagyományos hurkakolbász termékek mellett. A város polgármestere szerint a fesztivál minden évben tartogat különlegességeket a vendégsereg számára, kicsiktől a nagyokig egyaránt. Azt gondolom, hogy alapvetően mindenkinek szól ez a fesztivál. Mindenkinek, aki szereti az egészséges és biztonságos ételeket,
amelyek finomak, amelyek azért nagyon magyar ételek, de közben megfelelnek a legmodernebb gasztronómiai, mondjuk úgy, hogy elvárásoknak, és az élelmiszer biztonság minden követelményének, hiszen itt pontosan tudjuk, hogy kitől vásárolunk, és azt is lehet pontosan tudni, hogy mit vásárolunk. Úgyhogy ez azt gondolom, egy nagyon fontos rendezvénye most már itt a őszi rendezvény sorozatnak, és azt is szoktam mondani, hogy ezt a rendezvényt talán úgy lehetne mondani, hogy ez egy nagyon finom fesztivál. Az ingyenségeket 6 standnál kóstolhatták meg az érdeklődők, de mindemellett a karámokban megcsodálhatták a magalicákat is. Végezetül következzenek kamarai híreink Kis Norbert Ivó elnökkel. Feltűntek az Áfa Csalt UHT tejek a különböző nagyáruházakban, elképesztően olcsón árulják, aminek én mondom, hogy gyaníthatóan semmi köze a tejhez, illetve hát ha mégis, ettől függetlenül tetten érhető az áfacsalás. Mit tett ilyenkor a kamara? És beszéljünk erről az UHT-s tejekről. Valakinek nagy érdeke van abban anyagilag, hogy bekerüljen az országba, idézőjelesen mondva, áfacsalt tej. Igen, tehát kialakult az, hogy köznyebb a gyáfacsalt, de egyébként a nagyáruházakban az szokott lenni a divat, hogy ők azt csinálják, hogy még a magyar tejre rápakolnak mindenféle hasznot, tehát ott van hasznuk. Igazából nagy valószínűséggel, hogy a külföldről származó tejeket haszon nélkül, sőt, beszerzési ár alatt értékesítik. Ugye és itt érdekes dolog az áfának a kérdése, mert valószínű, hogy nem áfával beszerzett értékesítési áron, hanem nettó áron történik ez az értékesítés, így nem tudja őket a versenyhivatal gazdasági előny, jogtalan gazdasági előny szerzésével meggyanúsítani. A tejtermék tanács elnöke Mékuti Tibor beszélt már arról nekünk, hogy egyébként is gondban vannak a gazdák, hiszen egyre csökken a tejzsírtartalom. Mit tehet ilyenkor a szaktárca, és milyen javaslattal él a kamara? A kamarának mindenképpen az a javaslata, hogy a tej árát valamilyen formában le kell ülni, egyeztetni a termelőkkel, kereskedőkkel, feldolgozókkal, hogy a gazdálkodóknak érdeke legyen az, hogy magasabb zsírtartalmú tejet állítsanak elő, tehát ahhoz viszont jobb minőségű takarmány kell. Ugye azt tudjuk, hogy Magyarországon a tejelő tehén állomány az Holstein Fries fajta, amiknek alapállásból sem, tehát genetikailag sem tudják azt a magasabb zsírszázalékot. Ahhoz, hogy tudják mondjuk ezt a 3,6 körüli zsírszázalékot egy Holstein Fries tején, ahhoz neki sokkal jobb minőségű takarmányra van szüksége. Ehhez pedig az kell nyilvánvaló, hogy valamilyen formában segíteni a gazdákat abban, hogy ugye a nyerstej átvételi ára most kicsit nőtt, de még mindig alacsony, tehát az a 31-2 cent az alacsonynak minősíthető. Tehát ösztönözni arra, hogy a takarmányt megfizessék. Történtnek, lehetnek erre intézkedések? Hát folyamatban van, igen, tehát a területalapú támogatással egy időben lehetett igényelni az állattartóknak a szarvasmarha jóléti támogatást, a tejelő támogatást, tehát amiket az állattartáshoz és a tejelő szarvasmarha tartáshoz kapcsolódnak, az mind a május 15-ig lehetett az egységes kérelemmel együtt igényelni. Térjünk át a mézre. Esztendőről esztendőre felbukkan előttünk a hamisított méz, a Kínából bárhonnét származó különböző olyan termék, ami ugye nek semmi köze a méhekhez. A méz társadalom felháborodott. Teljes egészében megértem őket, és ismét az a kérdés, hogy lehet ennek gátat szabni. Ennek úgy lehetne igazából gátat szabni. Most az az előírás az Unióban, hogy tehát feltüntetve a csomagoláson unión belüli mézről van szó, vagy unión kívüliről. És most azon dolgozik a kamara, hogy uniós szinten belkerüljön a rendszerbe egy olyan, hogy nem csak az van rá feltüntetve, vagy unión kívüli, hanem kimondottan az ország is, hogy honnan származik. Ugye most már idézőjelesen fekete listák léteznek, amiken azok az országok szerepelnek, ahonnan hamisított méz érkezik az országba. Nem csak az országban, hanem az unióba. És ugye itt azt csinálják, hogy behozzák a hamisított mézet, vagy a gyenge minőségű mézet külföldről, és a jó minőségű magyar és az unióban előállított mézzel összekeverik. És ezáltal kapnak egy ilyen egyveleget, ami nagy valószínűséggel még az egészségre is ártalmas lehet. Ugye a Nébik ezt folyamatosan vizsgálja, és sajnos még Székesfehérvárt is elérte, hiszen az egyik legnagyobb termelő, illetve előállító is bekerült ebbe a csapdába.
A megfelelő bírságok gátat szabnak ennek? Egy bizonyos szintig nagy valószínűséggel igen, de hát aki egy kis hasznot lát benne, az utána újra próbálkozik, már azzal a dologgal felvétezve, hogy hogyan fogták meg az elődjét, akkor ő már azokat a hibákat próbálja nem elkövetni, és akkor új szemszögből közelíti meg. Egyébként is problémát okoz, hogy egyre kevesebb a mélegelő, egyre több a méhész. Ezt nyilvánvaló, hogy hatalmi szóval felülről nem lehet megoldani, ugyanakkor azért fontos, hogy a kamara figyel rá, a szaktárca nem különben. Így van, és most azon dolgozik igazából a kamara is, hogy a 2020 utáni időszakban, támogatási időszakban a méhészek is támogatáshoz jussanak, még családonként lehessen nekik igénybe venni plusz támogatást arra, hogy ők méheket tudjanak szaporítani, nevelni, és ugye fenntartani az állományokat. Bízunk benne, hogy így lesz. Térjünk át az aratásra. Búza aratása befejeződött, jó közepes termést hozott ez az esztendő. Ezzel nincs is gond, viszont a kukorica alaposan megsínylette ezt a rendkívüli időjárást. Hát a megyében elég hektikus volt az időjárás, tehát azért azt úgy, akik figyelték egy kicsit az időjárást, hogy látták, hogy azért az M7-es vonalán elég sűrűn előfordult, hogy Balaton irányából, Pest irányába haladtak felhők, de mindettől északra, mind délre kimaradt a csapadék. Azokon a részeken a kukorica igazából azt mondom, hogy ilyen 5 tonna környék várható, vagy még talán annyi se. Tehát olyan szinten megsínylette mind a termést, mind a minőséget, hogy ez már behozhatatlan volt számára. Erre nincs megoldás, azt gondolom, viszont van megoldás, és ha már az időjárásnál tartunk, hogy egy olyan jégkár elhárító rendszer van épülőben, ami azt hiszem, hogy nagyon sokat segít abban az időszakban, amikor gyakori a jég hazánkban. Így van, és arra szeretném megkérni a tévénézőket is, hogy akik még tud, tehát a kamaránál kidolgozás alatt van, az úgynevezett országos jégelhárító rendszer. Ide keres a kamara a megyei szinten is generátor üzemeltetőket is. Még van több településünk, ahol nem kaptunk visszajelzést. Úgyhogy arra szeretném kérni a tévénézőket is, az ott tulajdonos, nem feltétlen gazdálkodónak kell lenni. Hogyha a falugazdász megkeresi őket ilyen kéréssel, akkor legyenek szívesek közreműködni, hogy ezt a rendszert föl tudjuk építeni, és ezáltal a jégkár eseményeket csökkenteni. Ez nem csak a gazdálkodóknak, ez a lakosság számára is jó. Hogy néz ki ez a rendszer, hiszen ez egy újdonság. Európában, a világon már használják, hazánkban is, csak nyilvánvaló sokkal nagyobb léptékben kellene. Ez úgy működik a rendszer, hogy az országban Nefelának működik már egy rendszer, ez lefedi Baranya, Tolna és Somogy megyét. Most az ő rendszerükre ráépülve az egész országot egy 10 km-szer 10 km-es négyzethálóval lefették, és ezeknek a sarokpontjain úgynevezett GPS koordinátákkal megadtak pontokat. Ezekre a pontokra keresünk, tehát oda kell felállítani a generátorokat úgy, hogy tehát úgy lesz meg a hatása, hogy az egész ország le lesz fedve, mert az a generátor, amit az egyik településen felállítanak, az nem biztos, hogy ott fejti ki a hatását, hanem 10 km-rel odébb. Jó, összességében tehát ez a hét ezekkel fog eltenni, ezekkel a munkákkal, illetve a tervek megvalósításával. Mi várható a jövő héten, a közeljövőben? Hát a közeljövőben ugye most a héten elindul az aratási koordinációs üléseink, ahol szervezetekkel, gazdálkodókkal leülve megbeszéljük, hogy hogyan alakulnak a termés mennyiségek, mind napraforgóba, mind kukoricába, hogyan állnak az őszi munkálatok, mind vetés, mind a talajművelés folyamatán, és mi várható, milyen kilátások várhatók a következő évre. És a piaci szereplőket is elemezzük ár szempontjából, hogy most mikor érdemes eladni a gazdálkodóknak, és mikor nem. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!